A búcsú alapvetően a katolikus egyház ünnepe, a település templomának védőszentjére emlékezünk ezen a napon. A bábolnai katolikus templom Nepomuki Szent János védelme alatt áll, a helyi hívők május 22-én szentmisét megelőzően Milus Ferenc plébános vezetésével mondtak imát a szent szobra előtt. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Szent János, jól tudtad, az igazságnál többet ér az irgalom Isten szemében, ezért voltál kegyes szívű a szegények iránt. Kérünk, mi is meglássuk a javak igazságos elosztásán túl rászoló embertársaink szükségét is, testi-lelki igényeiket. Téged Isten kegyelme bőkezően elhalmozott minden áldással, életedet sem kímélted, rád bízott titkot nem árultad el. Vértanúságot példája, adjon erőt nekünk is, hogy az igazság mellett kitartsunk, a ránk bízott titkot megőrizzük, másokról rosszat ne mondjunk, ha ránk fognak valótlan dolgot, erős lélekkel viseljük, ezáltal elnyerhessük az örök élet koronáját. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk szűz Mária, Istenre szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája, amen. Virtanoknak király néha, Krisztus űz, kérjen a te szent fiadat, érettünk. Éves virágszál, hozzád esdeklő, szép szűz Mária, Nepomuki Szent János vértanú, könyörög érettünk, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.